Szoktuk volt mondani, hogy a kutya az ember legjobb barátja, s van is ebben valami, hiszen egy jó kutya jóban rosszban kitart a gazdi mellett. És a gazda is nagy becsben tartja kutyáját, már ha becsben tartja. Napjainkban ugyanis a törvény erejével kell védeni az állatokat, leginkább a felelőtlen rossz gazdáktól. Számtalan állatvédő civil szervezet jött létre éppen e célból az utóbbi évtizedekben, a Hajdonánási Állatvédő Alapítvány idén ünnepli 3. születésnapját, de ezen rövid idő alatt is sok szép eredményt értek el, így az elmúlt évben is. Meséli Szojka Beáta, az alapítvány elnöke. Az előző évben sikerült egy svájci alapítvánnyal konzorciumban ivattanítási akciót csinálnunk, és ennek kapcsán nagyon sok családhoz eljutottunk. 40 kutyát ivattanítottunk, és az év végére az is sikerült megvalósítani, hogy ezekhez az emberekhez, mivel többnyire rászorulók voltak, még adományokkal is vissza tudtunk menni. Tehát vittünk kutyáknak is elességet, illetve az embereknek tudtunk ruhaadományt biztosítani. Az állatvédelmi törvény meglehetősen szigorúan jár el az állatkínzókkal szemben. A törvény betartása, betartatása több szereplős történet, de vannak biztató jelek, mondja elnökasszony. Mindig vannak újabb és újabb esetek. Talán annyira szélsőséges nem volt, mert az első évben még rendőrségi feljelentéseket is tettünk, tehát olyan súlyos állatkínzásos eseteink voltak. Igazából most 2017-ben az önkormányzat munkatársaival is szorosabb kapcsolatot tudtunk kialakítani, és együttműködünk abban, hogy próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Minden egyes jelzést, amit a lakosok felénk tesznek, mi azt továbbítjuk a hivatal felé, mert ugye ő kompetens eljárni ilyen esetekben. Volt olyan, hogy a város kérte a mi segítségünket, tehát ők tapasztaltak olyan állattartást, amit már... Tehát be kellett, hogy vonjanak minket. Volt olyan család, ahonnan elhoztunk 6 kölyköt, és 3 felnőtt kutyát ivattalanítottunk, amiből a 2 felnőttet aztán el is kellett, hogy helyezzük családnál. Igazából az lenne, lesz a nagy áttörés, ha mindenki felelős állattartóvá válik, amelynek sokféle ismérve van, de alapvető az állatok jólétéről gondoskodni. Nagyon fontos az, hogy most ugye télen a kutyák is fáznak, az a minimum, hogy legyen minden kutyának búvóhelye, háza. Mert sajnos ez is előfordul. Tehát vannak olyan helyek, ahol még házat se biztosítanak a kutyának. Tehát ezzel már ők megszegik az állatvédelmi törvényt, tehát kutya kötelessége mindenkinek biztosítania egy házat a kutyájának, illetve napi szinten kell, hogy ránézzen. Ugye vannak olyan helyek, telephelyek például, hogy nem ott lakik a gazdi, de a kutya ott van, dolgozik. Minden egyes nap kötelessége elmenni oda, ételt adni neki, friss vizet adni neki, és ugye már csak azért is ellenőrizni, hogy szükséges-e számára állatorvosi ellátás. Tehát ez a minimum, hogy napi egyszer rá kell, hogy nézzen minden gazda a kutyájára. A másik nagyon fontos dolog a felesleges szaporulat megakadályozása, azaz az ivartalanítás. Csak is az ivartalanítás az, ami meg tudja állítani a felesleges szaporulatot. Szeretnénk ebben az évben is megindítani ezt az akciónkat. Ez majd most február végén fog eldőlni, hogy meg tudjuk-e csinálni. Természetesen hirdetni fogjuk. Szeretnénk sokkal több szukakutyát, főleg szukakutyát ivartalanítani, tehát mindenképpen meg fogjuk keresni azokat a családokat, embereket, akik úgy gondoljuk, hogy rászorulnak erre, illetve majd ők is kereshetnek minket. Azt mondom, hogy soha nem az a megoldás, hogy kidobjuk a kölyök kutyákat, mert az állatvédelmi törvény értelmében ez bűncselekménynek minősül. Tehát Mindig van egy másik megoldás is, hogyha segítőkezet nyújtanak az embernek, akkor én azt gondolom, hogy inkább fogadja el, mint hogy ő saját magát ilyen helyzetbe keverje. A felesleges szaporulathoz tartozott az a 2 kis kutyakölyök is, akiket az egyik városszéli utcában dobtak ki, zsákba kötve. Ez a történet szerencsés kimenetelű volt, meséli elnökasszony. A sötétben este indultunk el megkeresni. A kisfiút meg is találtuk, 2 hónapos kölyök, igen, bekötötték a zsákba, a kölyök pedig kirágta magát ebből a zsákból, és ugye úgy látták meg az emberek, de az emberek is elmentek mellettük. Tehát senki nem volt
annyira, nem is tudom, felelősségteljes, hogy betegye egy dobozba és betegye a garázsába. És aztán, mint kiderült, ketten voltak. Tehát még két éjszakát ott töltött a kislánykutya, akit csak ugye utána tudtunk megtalálni. Egyébként a kisfiú már megjárta a kórházat is. Tehát ezek azért veszélyes dolgok, mert mindenféle betegséget összeszednek. Kidobják őket oltások nélkül. Ezeket a betegségeket visszük magunkkal egyik helyről a másikra, tehát veszélybe sodorjuk még a másik kölyök kutyát is. Egy olyan embernek a kutyáját is, aki éppen felelősséggel gondozza. Lassan vége a télnek, ivarzási időszak kezdődik, ilyenkor különösen fontos kutyáinkra vigyázni, megakadályozni a felesleges vemhességeket. Egyre több kutyát látunk az utcán, és ez tényleg ezért van, mert hogy tüzelnek és hagyja őket a vérük, mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy legyenek elzárva. Tehát mást nem tudunk, mert úgy is menni fog. Tehát ha tud, akkor megy. És nagyon fontos az, hogy aki teheti, igenis, hogy vigye el az állatorvoshoz a kutyát, és ivartalanítsa. Én tudom, hogy most macskaivartanítási akció is lesz, igaz? Azt gondolom, hogy mi is meg fogjuk majd tudni csinálni ezt az akciónkat, tehát mindenképpen mi mindent el fogunk követni azért, hogy hozzájáruljunk a kutyáknak a számának a csökkenéséhez, de ehhez mi kevesek vagyunk. Tehát igenis, hogy a lakosoknak is felelősséggel kell eljárniuk, és hogyha megtehetik, akkor el kell, hogy menjenek az állatorvoshoz, ki kell, hogy kérjék a tanácsukat. Igazából nem csak a műtét van, hanem vannak úgymond gyógyszerek is, amikkel meg tudják akadályozni azt, hogy vemhes legyen egy kutya. Az alapítvány már 2017-ben is konzorciumban egy svájci alapítvánnyal segített azokon a kutyatartókon, akik nem tudták vállalni az ivartalanítási költségeket. Ebben a segítségben idén is nagyon bízik a hála. Megigényeltük a segítséget ettől a Suzy Üssinger svájci alapítványtól, és én azt gondolom, hogy meg fogjuk kapni a támogatást. Tehát mihelyest választ fogunk kapni, azonnal fogjuk hirdetni újságban, az interneten, vagy akár, hogyha még egyszer találkozhatunk, akkor itt a tévén keresztül is, de én nagyon bízom benne, hogy igenis, hogy meg fogjuk tudni valósítani ebbe az évbe is ezt az ivartanítási akciónkat. Vigyázzunk hát kutyáinkra, gondoskodjunk róluk, és ne tegyük ki magunkat annak a nagyon rossz döntési helyzetnek, hogy akkor mi is legyen a nem várt kis kutyakölykökkel, ha néhány hónap múlva megérkeznek. Hiszen van megoldás, csak oda kell figyelni.